Fradi nevelésként, első szezonodban vezetőedzőként, magyar bajnoki cím és Eszterliga a győzelem. Mit jelent most ez neked? Óriási élmény, ugye visszaszerettem volna hozni azt a Fradit, amiben én felnőttem, hogy kimentünk egy-egy kistadionbeli meccsre még gyerekként, ami már nagyon régen volt, és ott olyan dolgot láthattunk, amit gyerekként óriási élmény volt. Rengeteg néző, kis stadion tele, ugye a jégen óriási küzdelem, Fradi, ott is a Fradi szívott, és ezt szerettük volna visszahozni idén, mert ez már a magyar hokiból egy ilyen 20-25 éve már nincsen meg, és nekem azért ez egy meghatározó élmény volt a gyerekkoromnak, és ezt nagyon hiányoltam, és ez úgy látszik egyelőre, hogy sikerült visszahozni. Rengeteg néző, bár ugye picit korlátolt a nézőszám ebben a csarnokban, de azt gondolom, hogy a nagyobb csarnokunkban azt is megtöltöttük volna. Rengeteg néző, játékosok csúsznak, másznak a Fradi címerért, ezt képzeltük el, és jelen pillanatban ezt is kaptuk itt a egész szezonban, és itt a végén a döntőn is. Mi volt nehezebb, felemelni most a kupákat, vagy megnyerni ezt a döntőt? Hát egyértelműen az, hogy megnyerjük, hogy meccsről meccsre fejlődjünk, ismerjük át az ellenfelet, és taktikusan csak arra koncentrálni, ami előttünk van. Ez már csak hab a tortán, nagyon örülünk, hogy ez végén megtörtént, és tényleg most az a legfőbb, hogy együtt egy csapat értük el. Mennyire volt nehéz ez a döntő? Ugye 4-1 lett összesítésben. Rendkívül nehéz volt, annak ellenére 4-1 volt. Az egész rájátszás nehéz, egy rájátszásra se könnyű. Nagyon örülünk, hogy sikerült úgy behúzni ezt a 12 győzelmet, hogy csak egyet vesztettünk, de ez emögött rengeteg meló van, és rengeteg küzdelem és önfeláldozás. Abszolút nem volt könnyű, nagyon keményen megdolgoztunk érte, de megérdemeltünk, mert tényleg, ahogy mondtam, a csapat beletett apait, anyait, nagy szívvel küzdöttünk, csúsztunk, mászunk, és így abszolút megérdemelten győztünk. Még egyszer mondom, hogy nem volt könnyű. Én úgy gondolom, hogy így visszanézve tényleg egy kicsit bravúrnak tűnhet az, hogy a Ferencváros idáig elért. Hogyha mélyebben próbálunk belelátni, akkor meg azt kell nézni, hogy a meccsről meccsre fejlődött az egész liga, és meccsről meccsre fejlődtünk, mi mint értünk össze, mint csapat, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt tudtuk végezni, hiszen ez egy különleges élmény, egy különleges esemény, amiért egész szezonban dolgozunk. Mennyire kellett ez a pofon az első meccsen, hogy nem sikerült itthon nyerni, és úgy mentetek ugye Csíkszeredára, hogy ott viszont addig nem sikerült nyerni? Én úgy gondolom, hogy kicsit sok idő telt el az elődöntés a döntő között, ami nem tudtunk felvenni, vagy kicsit mentünk abból a ritmusból, hiába erőltettük az edzéseket, és mentünk 100%-on. Úgy gondolom, hogy az első meccs kellett ahhoz, hogy felvegyük újra azt a tempót, azt a hőfokot, ami előre visz minket. Ugye nagyon sok mérkőzést játszottatok, de melyik volt számodra a legértékesebb mérkőzés, akár itt a döntőben, akár a szezonban? Hát most ezt most nem fogom tudni átgondolni, ezt a kérdést, jelen pillanatban ez a legutolsó meccs. Ez a legjobb. Én nem foglalkoztam eddig ezzel, ez egy eredménye annak a munkának, amit beletettünk egész évbe. Nagyon örülök, hogy az így sikerült, és elképesztő, hogy a szurkolókkal ezt átélhetjük. Hogy érezted magad most itt az ünneplés alatt? Még mindig itt vannak a szurkolók. Persze, ezért érdemes csinálni, ez a vége, hogy a végén ilyen ünneplés legyen. Ezért ez éltet minket, ezért dolgozunk, hogy a végén valami olyat érünk, ami miatt ünnepelni lehet. Hát most lehet ünnepelni, és ez ennél jobb érzés nincs persze. Pláne úgy, hogy egy ilyen közösség van itt, és így elérni ilyen srácokkal a sikert, az csodálatos érzés. Szerettél a döntő MVP-hez, mit jelent neked? Nagyon magas polcra fog kerülni, valószínűleg a legmagasabbra. Örülök annak, hogy ezt elértük. Tényleg a csapattársak nélkül ez nem sikerült volna, és tényleg megtisztelő.